Az óceánok állatvilága. Online tananyag. A Föld óceánjai. A Föld felszínének megközelítőleg 71%-át víz borítja. Három nagy óceánunk van, a Csendes óceán, az Atlanti óceán és az Indiai óceán, de ide sorolják a jeges tengert, az Arktikus óceánt is. Az ENSZ 1992-ben június 8-át jelölte ki az óceánok világnapjának. A korallok. A virágállatok vagy korallok a csalánozók törzsébe tartozó tengeri élőlények. Közéjük tartoznak a trópusi óceánokban élő korallzátonyokat alkotó organizmusok, amelyek kalciumkarbonátot kiválasztva hoznak létre szilárd vázat. Előfordulásuk minden trópusi és szubtrópusi tengerben, valamint a mérsékeltebb tengereiben. Korallzátonyok főleg a kontinensek melegebb, keleti oldalán fordulnak elő. 20-200 méteres mélységben találhatók. Táplálékuk állati plankton, melyet tapogatóikkal fognak meg. A medúza. A medúzák a csalánozók törzsének egyik altörzse. Sejtjeik már valódi szöveteket alkotnak. Testük több mint 97%-ban azonban vizet tartalmaz. Testükön egyetlen szárnyílás van, az űrbél. A szárnyílás peremén tapogatók helyezkednek el. Planktonokkal, kis rákokkal táplálkoznak. Egyes fajok aktív vadászok, a csalánsejteket tartalmazó tapogatókkal megmérgezett áldozataik akár halak is lehetnek. Közönséges polip. A közönséges polip a lábasfevőek osztályába tartozó puha testű. Az egész világon megtalálható, de előnyben részesíti a meleg tengereket. A polip hossza legfeljebb 3 méter, testtömege maximum 25 kg, azonban a nőstény 1000, a hím 100 g-os testtömeggel kifejletnek számít. Bőre fényérzékeny, gyorsan változtatja a színét, de különleges izomösszehúzódásokkal még a bőrfelületét is pontosan olyanná tudja változtatni, mint a környezet egyenetlenségei. A polipoknak 3 szívük van. A közönséges polip 8 karja segítségével úszik, mászik, harcol, fészket épít, megragadja az áldozatát és ivadékot gondoz. A kék cápa. A kék cápa a porcos halak osztályába tartozó halfaj. A porcos halaknak nincs bordájuk, viszont az egész testen végig húzódik a hátgerinc, amely csigolyákból áll. A kifejlett nőstény 2,5-3 méter hosszú, a kisebb hímtest hossza 1,8-2,5 méter. Páros úszói fejlettek, farokúszója szimmetrikus. Bőre apró, fogasbikkelyektől érdes. Az összes cápára jellemző módon kopoltyú fedőjük azonban nincs. A kék cápa világszerte megtalálható a nyílt vizek lakója. A halakkal, kisebb cápákkal, kalmárokkal, rákokkal, dögökkel és hulladékkal táplálkozik, potenciálisan az emberre is veszélyes. Elevenszülő. Tengeri kígyó. A hüllők osztályába, a siklófélék családjába, tengeri kígyó formák alcsaládjába tartozó állatok. Amint egy 55-re tartozó faj közül egy sem éri el a 4 métert, és az 1 méter hosszú példányok már ritkaság számba mennek. Evező farkuk szembetűnő ismertetőjel. Fejük aránylag kicsiny, törzsük előső része csak nem hengeres. Hátrább, oldalt rendszerint lapított, farkuk nagyon rövid és oldalról rendkívül erősen összenyomott, függőleges helyzetű evezőhöz hasonlítható. A felső állkapocs fogazatát rövid barázdás méregfogak és a hozzájuk csatlakozó kisebb, szintén barázdás fogak alkotják. Az alsó állkapocs egész hosszában tömör ragadozó fogakkal van felfegyverezve. A kígyók fokus a sűrű vérérhálózattal beszőtt, ami a vízben való lélegzést szolgálja. Levesteknős. A közönséges levesteknős a hüllők osztályának teknősök rendjébe, ezen belül a tengeri teknős félék családjába tartozó faj.
mérete 80-152 cm, testtömege 65-395 kg. A trópusi, szubtrópusi tengerekben és a mérsékelt övi melegebb vizekben honos. Magányos lény, táplálék a fiatalkorban rákok és halak, a felnőttek azonban kizárólag növényi táplálékot fogyasztanak. Akár 40-50 évig is élhet. Az ivar érettséget 10-15 évesen éri el. Egy nőstény néhány hét alatt több fészket hoz létre. Egy fészekaljban körülbelül 100 tojás található. 100 tojásból azonban legfeljebb egy-két fiatal teknős éli túl az első esztendőt. Itt a fiatal teknősök láthatók, amint a tojásból kikelve a tenger felé igyekeznek. Palackorú delfin. A palackorú delfin az emlősök osztályának cetek rendjébe, azon belül a fokascetek alrendjébe és a delfinfélék családjába tartozó faj. Az állattest hossza 230-380 cm, testtömege 250-500 kg. A hímek nagyobbak, mint a nőstények. Az Atlanti-óceán partjainál, a Csendes-óceán mérsékelt északi övezetében, a Vörös-tengerben és az Indiai-óceán térségében egyaránt honos. A delfin csoportosan él, társaságkedvelő. A part közelben élő halakkal táplálkozik. A delfinek a homlokukban lévő szonárként működő echolokációs szerv segítségével tájékozódnak a vízben. És egy közeli rokonuk, a karcszárnyú delfin. A karcszárnyú delfin az emlősök osztályába, a cetek rendjébe és a delfin félék családjába tartozik. A hím átlagos hossza 6-8 méter, tömege 6 tonna. A nőstény átlagos hossza 5-7 méter és tömege 3-4 tonna. Valamennyi óceán területén előfordul, de a legtöbb példány az Antarktiszt körülvevő tengerekben él. Teste áramvonalas, kitűnő úszó. Feje lekirekített, csőre alig vehető észre. Hátuszonya és szárnya hosszú, ezért nevezik karcszárnyúnak. Az ivar érettséget 8 éves korban éli el. A borjak születésükkor 2-2,4 méter hosszúak. A karcszárnyú delfinek igazi ragadozók, szinte minden kellően nagy tengeri állatot megtámadnak és elfogyasztanak. Vitathatatlanul a tengeri tápláléklánc csúcsán áll. Nem ritkán a nála jóval nagyobb bánákat is megtámadja. Akkor nézzük is egy bánát, a kék bána. A kék bána az emlősök osztályának cetek rendjébe, ezen belül a szilárdcetek alrendjébe és a barázdás bána félnők családjába tartozó faj. 30 méteres hosszával és a 173 tonnás tömegével a legnagyobb ismert állat, ami valaha is létezett a Földön. Kék bána legek. A kék bána nyelve körülbelül 2,7 tonna. Szája a megnyúlt barázdákkal együtt képes 90 tonna táplálékot és vizet befogadni. Szíve átlagosan 180 kg. Életének első 7 hónapjában a kék bána bójú naponta 380 liter tejet fogyaszt. Gyorsan növekszik is, 24 óránként 90 kg-ot gyarapodik. A borjú születésekor 2700 kg-os, ami körülbelül akkora, mint egy kifejlett nílusi víziló. A tengeri tehén. A tengeri tehenek, Sirenia, az emlősök osztályának egy rendje, az ormányosok és a szirtiborzfélék rokonai. Egyes fajok testmérete eléri a 4 métert és a 600 kg-ot. Csontjaik tömörek, masszívak és hiányzik belőlük a velőállomány. Belső végtagok úszokká alakultak, a hátsó végtag teljesen elcsőkeményedesedett. A gerincoszlop farki részre a farokuszonyig nyúlik, merevíti azt. Tökéletlen vagy teljesen hiányzó fogazatukat állkapocs csontjuk szarulemezei helyettesítik. A bélcső teljes hossza, akár a testhossz 20-szorosa is lehet. A manátuszok szaglóérzéke jó, viszont látása és hallása gyenge. Sekély partmenti vizekben, tengeröblökben, lagunákban, folyókban és mocsarakban élnek.
A nőstény 12-13 hónap vemhesség után egy utódot hoz a világra, mely születésekor körülbelül 28-36 kg tömegű. A kaliforniai oroszlánfóka. A kaliforniai oroszlánfóka egy a füles fókafélék családjába tartozó csendes óceáni fókafaj, amely kiválóan alkalmazkodott az ember közelségéhez. Egyedeit rövid, a has és háti része világosabb barna szőrzet borítja, amely vizesen feketének tűnik. A kifejlett oroszlánfóka hímjének hossza 2,2-2,4 méter, testtömege pedig 275-390 kg is lehet. A telnek különösen tömegüket tekintve jócskán elmarad magától. Jellemzően társas lény, több száz egyedet számláló kolóniában élnek. A főbb tápláléka a halak és a puha testűek. A táplálék felkutatásában vízhanglokátoros rendszert használ, illetve különösen érzékeny bajuszűre is segítségére vannak. 20-25-30 km per óra sebességet is elérhetnek. A tehenek vemhességi ideje mintegy 11 hónap. Az anyaállatok 6 hónaptól akár egy évig is táplálhatják kicsinyeiket rendkívül zsíros tejükkel. A kaliforniai oroszlánfóka állománya folyamatosan gyarapszik évi 5-6%-kal, köszönhetően az Amerikai Egyesült Államok üzein biztosított teljes körű védelemnek.